A kor, amelyben érünk különleges kor, ezt mindannyian érezzük. De milyen kor, mit hagy el, és mit hoz számunkra? Ez az, amiben már sokszor olyan nagy tanácstalanságban vagyunk, hogy szinte beleununk a kérdésekbe, az odafigyelésbe, csak úgy átadjuk magunkat a hétköznapok monotóniájának, majd vezetnek oda, hova vezetnek. Mert a kor, amelyben élünk, válságos kor, nyomorúságos kor, ahogy mondja a Biblia, de helyes fordítás szerint Máté Evangélium a 24. fejezet 8. versében nem ez a kifejezés áll, hanem az, hogy a bajúdási fájdalmak kezdete. Így beszélt Jézus tanítványainak közel 2000 évvel ezelőtt ott az olajfák hegyén, amikor kérdezték, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, és elkezdte mondani azt, hogy vigyázzatok, hogy senki el ne hitessen titeket, meg ne tévesszen titeket, mert óriási lesz a hazugságok felhője, ki se látszotok majd belőle és négy szakaszt különített el Jézus a korunkban, és az első szakasz végén ezt mondta, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, de mondom, helyes fordítás szerint itt ez áll, mindez pedig a vajudási fájdalmak kezdete. Ha visszaemlékezünk gyermekeink születésére, vagy akár más családoknál a gyermekek születésére, Hát a legizgatottabban akkor a híreket vártuk, hogy megszületett, és hát a mi időnkben, hogy fiú vagy lány született, az ilyen esetekben rendkívüli módon felértékelődik a híreknek a szerepe. És ezt ugyanebben a beszédében Jézus is érzékeltette, hallanatok kell majd háborúkról és háborúknak híreiről. Ez a félmondat nem hiányzik ugyanebből a Máté Evangélium a 24. fejezetében fejezett úgynevezett nagy apokaliptikus beszédből, igen, apokaliptikus beszéd, majd ezt a beszédet kerekíti ki, részletessé nagyjá az apokalipszis a Bibliának utolsó 66. könyve, de Jézus külön megemlékezett erről, hogy hallanok kell háborúkról és háborúknak híreiről. A mikorunkban a hírek rendkívül felértékelődtek. Szokták azt mondani, hogy nem is az eseményekből születnek a hírek, hanem hova tovább már a hírek gyártják az eseményeket. És ebben nagyon sok igazság van. A világ média, ahogy ismét szokták nevezni, amely az egész világot, ezt a több mint 200 országból álló mai világot behálózza, szinte ez uralja a terepet. Most már nem is események, nem is tanácskozások, hanem a hírek alakítják a világnak a helyzetét. Ezek jel Profét a könyve hetedik fejezetében olvashatjuk, hogy egyik hír a másikra jön. Jönnek, tolulnak egymásra a hírek. Hát ki se tudunk látszani a hírekből, csak kapkodjuk a fejünket, és nem tudjuk, hogy ezek igazi hírek vagy álhírek. Honnan tudjuk mi a hétköznapokban eldönteni, hogy melyek az igazi hírek, és melyek az álhírek? És aztán, hogyha esetleg kiszemezgettük, mint a Hamupipőkét segítő égi madarak, a, a lencsét, a, ahogy a mesében olvastuk, a nem is tudom miközül, talán a hamuból a lencsét ki tudjuk szemezgetni az igazi híreket, akkor mit kezdjünk ezekkel a hírekkel? Egyszerre két kérdés is itt áll előttünk, hogy. Melyek az igazi hírek? Honnan tudunk utána járni? Hát hogy tudjunk elmenni a forráshoz? Vagy egyáltalán hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy ezek valódi hírek, ezek igazi hírek, és hogyha netán ezeknek birtokába jutunk, akkor megváltozik majd az életünk? Akkor más lesz a felfogásunk, a, a beszédünk és a cselekedeteink? Egyszerre ez a két kérdés is elénkbe tolul, tehát. És ilyenkor újra felértékelődik egy kis kifejezés, amit sokszor görög eredeti alakjában használunk, és nem tudunk lefordítani, mert annyira el vagyunk halmozva az idegen kifejezésektől. EU-angélium, evangélium. Ez annyit jelent, hogy jó hír. Nem is csak igaz hír, hanem olyan igaz hír, amely a javunkra válik. Ahogy Szokrátész mondta egykor a tanítványainak, hogy ha híreket hallotok, mielőtt híreket akarnának nektek elmondani, tegyétek fel a kérdést, hogy, hogy igaz híreket fognak mondani, és ha csak bólintanak, akkor hallgassátok meg. De még azt is tegyétek fel, hogy jók lesznek ezek a hírek és ha csak erről is bizonyítékot adnak, akkor hallgassátok meg. De még azt is tegyétek fel, hogy hasznosak lesznek ezek a hírek, mert lehet, hogy valami igaz is, meg jó is, csak éppen nem a mai napra való. A híreket tehát több rostán kellene átvinnünk ahhoz, hogy a tudatunkig egyáltalán elengedjük, mert hát azt tudjuk igazán feldolgozni, ami igaz is, jó is, meg jelen pillanatban hasznos is. De számunkra az Evangélium éppen ezt akarja mondani. Van örökké való Evangéliumunk, ahogy a Jelenések könyve 14. fejezete állítja. Van olyan hírünk, ami igaz is, jó is, meg hasznos is. Van ehhez az Evangéliumhoz kapcsolt még három különleges üzenetünk is, mert az Evangélium, amit a Biblia hordoz magában, mindenkor minden emberének igaz, hír, jó hír, hasznos hír, de ehhez még Isten társít három különleges üzenetet, ami teljesen csak a mikorunknak való, ennek a vajúdásos kornak, és ezt találjuk meg a jelenések könyve 14. fejezetében, a 6. verstől egészen a 13 amikor is azzal kezdődik ez a három ide kapcsolódó üzenet, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ez az első üzenet. És aztán jön a második üzenet, hogy Isten előtt elesett, elesed Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden népnek. Ez a második üzenet, aztán egy sokkal hosszabb, hasonlíthatatlanul hosszabb harmadik üzenet pedig egy újabb jelképes hatalomról, most már nem a nagy Babilonról, hanem a nagy Babilont vezető tengerből feljövő fenevadról szól. Ezt most teljes terjedelmében nem idézem, csak a legvégső szakaszát ennek a harmadik üzenetnek, amely így zárja le, és egyben mind a három üzenetet. Hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus Krisztus hitét. Három dolgot mond ez az üzenet, amire ma szüksége van minden embernek, aki kereszténynek akarja vallani magát, aki nem egyházból, nem egyházból, nem vallásból, igen, nem vallásból, nem is csupán hitből, igen, nem is csupán hitből, hanem magából Jézus Krisztusból és az ő általános, egyetemes, és ugyanakkor ezekhez kapcsolt időszerű üzeneteiből kíván megélni, amelyek igazak, jók és hasznosak. Három dologra van szükség, egyrészt szükség van a Jézus Krisztus hitére. Ugyanarra a hitre, amely Jézus Krisztusban élt, amikor a földön járt és győzelmet szerzett a rossz fölött. Nekünk is világunk ezerféle rossz dolgai fölött kell kivívnunk a győzelmet, hogy elsősorban igaz, jó, és mások számára hasznos emberek lehessünk. Aztán a Jézus hitében olyan erő kell, hogy legyen, hogy Isten parancslatait meg tudjuk tartani. Mert az igazi kereszténység az olyan Jézus hitet hirdet, amelyben van kellő erő, hogy tanúsítsa, hogy az önzés világában is lehet Isten önzetlenségre késztető, önzetlenségre tiszta, őszinte, igaz szeretetre buzdító parancsolatai szerint igen lehet ezek szerint élni. És a harmadik, amire szükségünk van, a szenteknek békességes tűrése. A Biblia szenten azt az embert érti, aki oda szánja, oda szenteli magát Isten céljaira, hogy amire, amit Isten mond, azt teljes szívből, teljes lélekből, egész elmémből magamévá akarom tenni, és kérem hozzá az erőt, hogy követhessem. Igen, erre van szükség. Kicsit helyesbítva a fordítást, ez a békességes tűrés az eredeti görögben hűpomoné álhatatosság. Tehát a három fogalom, amit meg kell jegyeznünk, ami számunkra az igaz, a jó és a hasznos hír, hogy szükségünk van Jézus Krisztus hitére, de olyan hitre, amely Isten parancsolatait maradéktalanul betölti, és mindezt az életünkben nem gyötrődve, nem önmagunkat tépázva, vagy éppen sürgetve, hanem Isten lelkének befolyás alá helyezve a mindennapokban álhatatosan tesszük meg, kitartóan, és ha van, amikor vereséget szenvedünk, van, amikor elbukunk, akkor sem adjuk meg magunkat rossz érzéseknek, mások vádoló tekintetének, hanem a részkígyóra nézünk, fölnézünk a mi megváltónkra, mert mindenre van erőnk a Krisztusban, aki bennünket megerősít, és ha nem győztünk úgy, hogy eleve, győztünk, akkor győzhetünk másodlagosan is, hogy beismerve a tévedéseinket, hibáinkat, bűneinket, Isten segítségével mégis kivívjuk a győzelmet. Kétszeres győzelmi lehetőségünk is van, és ez csodálatos evangélium, egy csodálatos ígéret. Az emberi élet egyre inkább három szinten fog mozogni minden egyes ember számára. Az egyéni élet szintjén, amelyet mindenki közvetlenül tapasztal, az országa, a népe, a nemzete szintjén, amelynek polgárává kell, hogy váljék, akár akarja, akár nem, és egy harmadik szinten a világpolgárság vagy hogy egy magyar költő mondta, hogy mindannyian az univerzum gyermekei is vagyunk, mind a három szinten. Kölcsei, Berzsenyi kezdte ezt a három szintet megközelíteni, de igazában Vörös Marti Mihály hatalmas költészete jutott el ennek a hármas szintnek egyidejű megszólaltatására és aztán persze legnagyobb tanítványában Petőfiben, továbbá egyik követővében Aranyban és Madácsban élt fel, ahogy Horváth János nevezte a nemzeti klasszicizmusunknak arra a szintjére, ahol a költészetünk az egyes ember sors kérdéseit is ki tudta fejezni, a haza, a nemzet nagy problémáit is szó tárgyává tudta tenni, és az egész emberiség problémáinak magasára is fellendült. A mai rövid beszéd után következzék ismét 31 vers a magyar költészet számomra időszerű megnyilatkozásaiból, de hogy az előző hónapban is elmondtam, hogy nem lesz atomháború, teljes bizonyossággal mondtam el még csak nem is azzal a sejtéssel, amivel I és Gyula az 1960-as, 70-es években, amikor töprengett és az éder elvesztését címmel egy nagy oratóriumot írt Somogyád község kérésére, és ott mutatták be először az ottani művelődési házban, nem én teljes biztonsággal tudtam önöknek állítani, hogy nem lesz atomháború, bár az emberiség ott táncol a szélén, mint hogy az előző hónap eseményei és nyilatkozatai is bizonyították. De miért nem lesz atomháború? Azért, mert Isten ezt kimondta. Dániel könyve második fejezetében ott, hogy emberi kéz érintésen nélkül fog befejeződni a világunk történelme. Az a bizonyos kő, kőszikla nem emberi kéz érintésére fog leszakadni a hegyről, és gurul le, és esik rá az óriási szobornak az agyaglábakból álló talpazatára. És igen, egyé fog zúzódni arany, ezüst, rész, vas, cserép, és elviszi, mint nyári szérű a polyvát a szél ennek a világnak a maradékait is, mert kedves nézőim, kedves hallgatóim, a bajudási fájdalmakat érjük. Egy új világ születik, egy olyan új világ, amelyet nem ember fog elhozni, mert ember ezt az egyre inkább elüszkösödő világot már megváltoztatni nem tudja. A világ, a nemzetek nem tudnak megváltozni, te tudsz egyedül megváltozni, te az egyes ember. De ezt mondta az emberiség megváltója, ezt ígérte az emberiség üdvözítője, ezért fog ő eljönni, hogy a megváltozott embereket magához vegye, és mivel a második eljövetele nem csak az igazak egybegyűjtése, de minden eddigi világ, minden eddigi korszak igazán élt emberei életének visszaadása is lesz, ez lesz az új emberiség. Ebből a két csoportból képződik az új emberiség, ennek a vajudási fájdalmaknak. Igen, lehet valaki azt mondja, hogy egyre inkább elhúzódó szakaszát éljük át. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mi életünk. Nehogy egyesek elvesztenek, hanem mindenki megtérésre juthasson hogy az előző hónapban is ajánlottam három bibliai fejezetet, most is szeretnék különös tanulmány tárgyává tenni, és mindenkit buzdítani arra, hogy amit most idéztem, Péter második levele harmadik fejezetét olvassa el, az ezékiel könyve hetedik fejezetét olvassa el a hírekről, és a jelenése könyve 13. fejezetét olvassa el, a világunkat irányító két nagy hatalom összekapcsolódásáról, amely láthatatlanul olyan emberek számára láthatatlanul, akik nem figyelnek oda a jó hírre, az igaz, jó és hasznos hírre az evangéliumra, de akik odafigyelnek, azok előtt teljesen nyilvánvalóan kapcsolódik össze ez a jelenések könyve 13. fejezetében megjövendőlt két hatalom. Igen, én a mostani október hónapunkra ezt a rövid üzenetet szánom, hogy igaz, jó és hasznos hírekre kívánkozzunk. És ezt nem szakértők szavából fogjuk beszerezni elsősorban, bár minden emberi szakértelem előtt hajtsuk meg a fejünket, de idézzük a nagy német 20. századi filozófus szavát is, aki azt mondta a második világháború utáni időkben, hogy a gondolkodó emberekből egyre inkább csak tudós emberek lesznek, a tudós emberekből meg kutatók lesznek, és most hozzátetjük, hogy a kutatókból meg szakértők lesznek, igen, mindent meg lehet hallgatni, sőt, hallgassunk is meg, de azután, hogy az igaz, jó és hasznos hírnek, az evangéliumnak, a Bibliának a tükre elé állítottuk ezeket az emberi megnyilatkozásokat. Ezekkel a bibliai fejezetekkel, tehát Péter második level a harmadik, Ezékiel könyve hetedik, és a jelenések könyve 13. fejezetére buzdító felszorítással kívánok mindenki számára eredményes, tartalmas hónapot, és ahogy a szeptemberi rövid üzenet után is 31 magyar verset mellékeltem, most is itt van ez a 31 számomra nagyon időszerűnek látszó, a klasszikus költészetünkből vett alkotás. Kérem forgassátok a Bibliát bizalommal, és hallgassák a magyar költészet ezeket a gyöngyszemeit is figyelemmel és gyönyörűséggel.